Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Strategic Command World War One folytatása. A Ludendorff offenzívával. A német oldalról. Lássuk, mit lép a... az Antant. Igen, legtöbb helyen most szétzúztuk a teljes frontot. És kezd az egész front átalakulni mozgó hadászattá. Még a Nancy zóna az, amelyik viszonylag normális frontvonallal bír. Illetve ezt a csapatot, ha nem sietnek, akkor lehet, hogy minden estül körbe zárjuk. Ami egy nagy siker lenne, egy nagy fogás. És akár ezt a másik csapatot is elzárhatjuk. Plusz itt Calais vonalánál is lesz majd valószínűleg egy csapat, amit el tudunk vágni. Ha nem is az ellátmánytól, mert a kikötőkön keresztül fognak kapni, de legalábbis bezárni, és utána lassan-lassan felszámolni. Persze ez az elvágás, ez egy nehéz ügy, mert a viszont pofonok még mindig nagyon drágák. Még mindig nem egy csak úgy megejtjük az akciót támadás. Még mindig a erők egy részét meg tudják ölni, ha lelkesek a ellenfeleink. Hát pedig többnyire azok. Az örömteli, hogy az amerikai erők továbbra is egyes szinten állnak. Mert az egy egyértelmű gyenge pont, amit lehet támadni. Ez esetben. Továbbra is lőjük Párizst. Na, de két egységbe kerül csak. Az vállalható. Az azt hiszem vállalható eredmény. Hát ez jó kérdés. Azt hiszem ez megérte. Azt hiszem. Tüzérséget támadni az mindig jó. Abból rosszul nem lehet kijönni. Hát ha nem is ütjük ki, de azért közeledünk.
Közeledünk. Ezt még be is tudjuk forgatni. Még ide jó lett volna belépni, de hát ezúttal nem megy. Ezúttal erre nincs opciónk. Oké. Ez így kezd jó irányba kisülni. Gyere, azért vagy. És akkor ezt az egységet is ebből a városból is kikergetjük, legalábbis ez a terv. Oké. Csere. Kijött. És akkor ez beforgat. Annyival előrébb állunk. Remek. Kettes látvány. Hát az nem kapkodjuk el, na. Egy... Miért is nem tud beforgatni ez most? Na mindegy.
Kissé drága. De azért elfogyott még egy érdemben. Ez egy kissé merész volt, sőt, nagyon merész. De lehet, hogy erre van szükségünk most. Ups. Mondjuk a HQ az nem nagy baj, sőt, a HQ az kiváló hír. Lovasság leesik. Angol hákú leesik. Tovább kockáztatunk minden pillanatba, mert az a legegyszerűbb. Na, az egyet kilőttünk. Nem egy nagy eredmény, de egyet kilőttünk. Oké, merre van itt egy felderítő? És akkor egy barátságos 1-4.
0-4, az jól hangzik. 0-4. Reméltek attól még megmarad. Úgy bizony. Yikes. Az egy kissé több lett, mint amit szerettem volna. Sérülésnek. Nem mondhatom azt, hogy az én erőim nem fogytak el gyakorlatilag szintén. Annyival vagyunk előrébb, hogy az én erőim kevésbé véglegesen fogytak el. Azt hiszem. És van még 500 petákunk. Továbbra is minden kutatást befizettünk, amit lehet. Úgyhogy arra egy kanyit nem kell már erőlködnünk. Veszünk még egy tüzérséget. Ó. Oh. Kellemetlen, de attól meg kell venni, hogy jöjjön mi hamarabb. Mik a 4-én érkezők azok elvileg érkeznek. Elvileg. Jó, hát azt hiszem ezen a szakaszon kell most itt erősítenünk. Mert kezdünk nagyon kifogyni. Mindenből leginkább. Oké, fenyegetünk körülbelül mindent is. És teljes front szétesőben. Franciák fogynak, angolok fogynak. No, 2x50 veszteség, az azért benn van. Azt azért nem teszik zsebre. Tehát körülbelül 100 a teljes veszteség a 20 egységemre. Tartjuk az 5x-ös létszámot. De azért még mindig bőven tudnak visszaütni. Orlán közelébe újabb erők. Gyalog 3, az jól jön. Akkor picit jobbak leszünk, mint az ellenfél. Na és most úgy látom, a nagy részével kénytelen visszavonulni, mert fenyegetjük a teljes frontot. Ami jó hír. Akkor erőinek nagy része ahelyett, hogy támadna így úgy amúgy csak menekül. Sajátos módon alig egy hónap alatt elértük azt, amit 4 év alatt nem. De hát most volt engedélyünk a játéktól, hogy áttörjünk. Tüzérség végre tette a dolgát. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy a játék nem annyira állóháborúra kényszerít mindenkit, mint a valóság. Vagy csak tudjuk, hogy mi volt a valóság, és kellő tűzerőt koncentrálunk egy-egy helyszínre, hogy ott áttörjünk. Mert amíg egy egységgel áll szembe, addig semmit nem haladunk, de ha valahol áttörünk, valahol elkezd fölfesleni ez a frontvonal, akkor kezdődik a győzelem. Akkor elindulhatunk. Végre.
Akár csak ennyi, hogy egy felderítő, bombázó, meg egy tüzérség, meg 3-4 gyalog egyetlen gyaloggal szembe. És már is működik a dolog. És már is elkezd működni. No. Plusz ha tudunk koncentrálni a gyenge angolokra, akkor szintén segít, vagy az amerikaiakra, akkor szintén előrébb jutunk. Meg persze némi előkészítés után gyenge franciák is vannak. Oké. Úgyhogy ez a Nancy túl zóna szintén kezd elesni. Belfortnál lassan haladunk. Verdönt ugye legyalultuk lendületből. Oké. És bam. Remek. Remek, remek, remek. Olaszok. Gyenge pici olaszok.
Oké, ez egy újabb olasz ütőerő. Upszi, megúsztuk, pedig ebből lehetett volna nagyon nagy bukta. Jó. Remek. Üssük ki a tüzérséget. Amerikai tüzérség az még gyengébb. Elve annak vágva, gyakorlatban nem. De hát ez majd kiderül. Töltsük fel. Oké. Ezeket töltsük föl, mert kell, mert kell. Mert valakinek kell. Húzza szépen a helyzetét, de nem elég.
Akkor az utolsó belga város az elesett. Elhagytuk Belgiumot teljes egészében, és behatolunk tisztán a franciák közé, ahogy azt illik. Nem izgatsz? Végtelen tüzérségük van, pedig hármasával leszem őket. Ez nem biztos, hogy jó ötlet volt, az a 4-1. Az egy kissé merész csereirány volt. No mindegy, azért azt hiszem megérte ez az össztámadás, csak voltak következményei, hogy úgy mondjam. Túl sok használható egység, amit tölteni is tudunk, nem maradt utána. No, mennyi 200 peták? Hát az nem egy nagy tétel, az egy divízió. Meg mondjuk vissza tudjuk venni ezt a picit, mert az olcsó, ha nem olyan drága, inkább így mondanám. Egy lovasság jól jönne, most, hogy végre belekezdtünk a gyorsan mozgó háborúba. De hát ez van, na. Jó, hát ez egyértelműen oda, ahol egységhiánnyal bírunk, ahol nagy számú egységhiánnyal bírunk. Hát a gyérvadász az gyérvadász. Annak majd ugye kell egy töltés, egy upgrade. De hát ez van, minden nem lehet jó. Hát, valahova jutunk. Rendben, no, hogy állunk? 88, 60, 60. Hol igazából az olaszok is elkezdtek fogyni. A belgák akár meg is adhatnák magukat. Most, hogy elfogytak. Technikailag. Na, azért egy bő 10-15 egység kiesett, anélkül, hogy vesztettünk volna bárkit is. Angolt elkezdtük visszavágni rendesen. Olasz-belga az fogyóban, amerikai jön föl, légi vonalon, mert még jól állnak egyébként. Na, hát még egy körre jók vagyunk, azt hiszem. Szajszan, vagy valami hasonló. Belfort akciózik. Majdnem 1000 peták. És a nagy kérdés, hogy most mit tud tenni. De úgy látom, inkább csak menekül. Míg több csúnya körbezáráshoz kezd kialakulni. Aminek nagy-nagy következményei lesznek, ott azért sok-sok erő veszik oda. Nehezen pótolható erő, itt 3, itt újabb 3, itt 5 készül elvágásra, itt egy körbevéve, itt 4-5 körbevételre, itt majd egy tucatnyi minden estül. Pardon. Na jó, ott van 3 ágyú, az akciózgat. Egy gyenge ponton azért van mit megütnie, sajnos. Mert egyáltalán nem vagyunk
kivételesen jó helyzetbe, csak nem olyan rossz helyzetbe, mint lehetnénk. De az, hogy lassan-lassan kezdjük elvágni az erőket, az azért sokat dob a helyzeten. Egy sérülés, még. Újabb belforti kísérletek. Na, hát alapvetően nem vesztettünk erőket, ők meg igen. És közeledünk Párizshoz. Lassan-lassan közeledünk Párizshoz. Az kellemetlen. Mondjuk így megérte, egy kis pofom, némi morál. Ez nem állunk rosszul, következő körbe kiüthetjük, ha nem cseréli be. Igazából, ha becseréli, akkor könnyebben, sajátos módon. Azzal tesz nagyobb kárt magának, ha becseréli. Oké, és akkor ő körbe van véve teljesen. Remek. Ezt előtte kellett volna, de mindegy. Most már belefér. És akkor az út túlfelé megnyílt. Ott a szabad lehetőség. Hadd fogjon a paci.
Oké. Remek. Oké. És itt további kettő elvágva. Haladunk, lassan-lassan, de haladunk. Oké. Az azért barátja, 5-1. Az finoman jelzi a helyzetet. Csak rá tudtam futni valamire, ami nem kéne. Remek, végtelen tüzérség. Na mindegy, kell itt egy kis töltés. Na hát, alakul a dolog, alakul a dolog. Azt hiszem itt most elsöpörtünk nem csak egy francia erőt. Meg egyéb erőket. Hébe-hóba. Jó, és akkor elvileg ezek el vannak most vágva. Egy részét fel is számolhatjuk egyből. Annyival beljebb vagyunk.
Upszi! Oké, ezt megúsztuk. De sokkal-sokkal rosszabb is kisülhetett volna. Ebből sokkal rosszabb is kisülhetett volna. Na és akkor végre ezt a maradék négyet is teljesen körbevettük. Na és akkor azt hiszem megvanunk erre a körre is. Leszámítva, hogy még a röpülőknek kéne valamennyire követni a erőket. Valamennyire. No. Hát vegyünk egyet. Azt meg most nem. No hát, nem állunk rosszul. Főleg, ha figyelembe veszük, hogy itt mennyi ez? 5, 10, 11 legalább plusz, amit még nem látunk, az vagy visszavonul, vagy elvágásra kerül itt a Dunkerque-Calais Boulogne vonalon. 4 körbevéve, 5, ennek van egy városkája, úgyhogy nem teljes értékű. Még 4 körbevéve, de városokkal, 2 városok nélkül, 4 városok nélkül. Itt készül egy újabb elzárás, 6, 7. Ez brutális lenni, mennyi akkor? 1, 2. Csak ami tényleg el van vágva. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 egység konkrétan el van vágva, ennek egy nagy része teljesen ellátmány nélkül. Az elég csúnya érték. Azt nézem, hogy ez a 100-ból, tehát a haderejének 15%-a az elvágott. Elvágott, az elég csúnya. No. És továbbra is maradtunk 23-nál. Na, még jó eredmény. Na, hát innen folytatjuk, már ennyi.